Fél nyolc múlt három perccel. A stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok! Köszönjük sokan, jó reggelt kívánok! Az elmúlt napokban Európa egyik legnagyobb tekintélyű konzervatív politikusával Helmut Kollal találkozott. Miről egyeztettek? Miről volt szó? Németországról volt szó többet, vagy Magyarországról? Európáról beszéltünk, de természetesen a német-magyar barátság adta a találkozókát. Ha a Németország déli részén járok, akkor mindig elmegyek a kancellár úrhoz. Mindig szó esik arról, hogy a magyarok segítettek a németeknek az újraegyesítésben, hiszen átengedtük a keletnémeteket és lebontottuk a vasfüggönyt. Ez igaz. Kevesebb szó esik arról, hogy ez fordítva is így van. Mi is sokat köszönhetünk a németeknek, mert a német egyesítés, a gyors német egyesítés tette visszafordíthatatlanná a mi felszabadulásunkat. Erről el szoktunk feledkezni. Németországban óriási viták voltak a Újraegyesítésről. A bal oldal alapvetően egy lassabb újraegyesítést akart, ha egyáltalán két német állam, és kókancellár volt az, aki végig kitartotta mellett, hogy minél gyorsabban, ha lehet, azonnal, feltételek nélkül a nyugati világhoz tartozó Németországot kell létrehozni. Így az Egyesült Németország adta meg a közép-európai népek szabadságának és <kül> függetlenségének a garanciáját, ezért mi szerintem köszönettel tartozunk, sőt hálával is Helmut kornak. ezért szoktam őt mindig meglátogatni. Tulajdonképpen ez a találkozó három főszereplős volt, annak ellenére, hogy a harmadik főszereplő nem volt jelen Angela Merkel. Igen, de mi csak ketten voltunk, ezért de nem tartjuk kérdött. magunkat főszereplőnek, de ez a találkozó, ez a mi megbeszélésünk volt. Harmadik személyt nem érintett. De azért ezzel egyetért, hogy annak volt, vagy van oka, hogy fél Európa azt találgatta, hogy milyen kontextusban kerül szóba a jelenlegi német kancellár. Hát nézd, azért van ez így, mert volt, a múlt időt szeretném aláhúzni háromszor, volt egy jelentős különbség Németország és Magyarország között a migránsválság kezelésében. Élesen szemben álló álláspontok voltak ezek. Mi azt mondtuk, hogy a külső határokat kell megvédeni, és senki sem léphet be az Európai Unió területére anélkül, hogy regisztrálnánk, hogy tudnánk, hogy mit akar, tudnánk, hogy mit szeretne itt csinálni, és anélkül, hogy megadtuk volna erre az engedélyt. A németek ezzel szemben azt mondták, hogy különleges helyzet van, mindenki ühet ellenőrzés nélkül. Ez két egymással szemben álló álláspont volt, de a németek közben megváltoztatták az álláspontjukat. Ma ugyanazt mondják, mint mi ha megfejtjük, ugye nyugaton más nyelvet beszélnek, mint nálunk, mármint más természetű politikai nyelvet, ott egy ilyen indirekt, udvariaskodó, rejtett tartalmakat hordozó beszédmód van. A magyar politika nyelve pedig közvetlen, egyértelmű, világos, egyenes. De ha megfejtjük azt, amit ők mondanak, külső határvédelem fontossága és így tovább, akkor megváltozott a német álláspont, ott is a külső határok megvédésnek fontosságára helyezik a hangsúlyt. Két eszközt használunk erre, megegyezünk az Európán kívüli országokkal, egy ilyen kísérlet a törökökkel való megegyezés, másfelől pedig keményen megvédjük a határainkat végig a balkáni útvonalon ezért állt meg a menekültek áramlata is. Én azt gondolom tehát, hogy ma már a szükséges lépéseket tekintve, a külső határvédelem elsőségét tekintve nem vallja be Európa, de ugyanazt mondja, mit, amit, mi mondunk, és amit mi csináltunk. Meglehetősen optimista lett a német, németek, német paradigma megítélésében. Gondolom, arra gondolom, amit Angela Merkel tegnap is hangsúlyozott, hogy komoly zavarokat oko okozhat majd az uniós belső piac működésében, ha az Európai Unió nem lesz képes garantálni a külső határainak a biztonságát. De még ott van az a bizonyos kvóta, abban is közeledtek az álláspontok. A kód, hogy ez teljesen más, de az nem arról szól, hogy engedjünk ebbe bárkit is, hanem arról szól, hogy mi legyen azokkal, akiket már beengedtek. Ez egy másik vita. Tehát a tekintetben, hogy nem lehet folytatni azt, ami eddig történt. Hogy a gazdasági migránsok erőszakos nyomulás előtt kinyitjuk a kapuinkat. Hogy ezt meg kell állítani. Ennek ez a vita már lezárult, ebben egyetértés van. Most annál a vitánál tartunk, hogy mi legyen azokkal, akik már bent vannak. Vagy mi legyen azokkal, akiknek esetleg sikerül bejutni, mert időközben ön is láthatja, hogy mi lezártuk ugyan a balkáni útvonalat tehát a v segítségével Magyarországon, nyugat-balkáni országok, az útvonat mi lezártuk. Itt már átjönni nem lehet ellenőrzés nélkül. De ismét fölé lett a probléma Olaszország tengeri határainál. On, ott még jöhetnek be. Azt még meg kell védeni, aztán utána meglátjuk, mennyien vannak benne, és ezeknek a szétosztásáról szól a vita. Nekem van egy nagyon egyszerű elvi álláspontom, ez sprőd, vagy ö, ilyen durvának hangozhat talán, de igaz. Ha valaki döntést hozott arról egyedül, hogy beenged ellenőrzés nélkül migránsokat, tehát ha egy döntésnél vállalta a felelősséget egyedül, és bennünket nem engedett oda, a többi európai országot nem engedték oda az asztalhoz, ahhoz ez a döntés született, akkor ennek a döntésnek a következményeit nem vállalhatjuk nemzetközi szinten. Ha nemzeti szinten, nemzeti szinten volt döntés a beengedésről, akkor nemzeti szinten kell dönteni a döntés következményeiről. Ez azt jelenti, hogy Magyarország ebben a döntésben nem vett részt, mi elleneztük volna, ha lett volna egy demokratikus eljárás, meg is akadályoztuk volna, erre nem adtak lehetőséget. Most nem kérhetik tőlünk, hogy az ő döntésüknek a következményét mi viseljük. Sőt, a döntésükből fakadó problémákat, terrorizmus, erőszak, az európai kultúra, a veszélyeztetettsége, ezt mi importáljuk ide önként Magyarországra. Miért is tennénk? Tehát ez a kérdés tehát a kvóták ugye fönnmarad. Ha nem tudjuk megállítani Brüsszelt, amely egyébként a szétosztást támogatja, Magyarországon egyébként a baloldal pontosan a brüsszeli álláspontot képviseli. Ha nem tudjuk őket megállítani, egy népszavazással, akkor bizony előfordulhat, hogy nem Magyarországon fogják megmondani, hogy mi kikkel éljünk együtt. Szerintem ez a nemzeti függetlenségnek, szuverenitásnak <coughs> és önállóságnak lábbal tiprása lenne. Ezért meg kell állítani egy népszavazással. Mindjárt részletesebben is beszélünk az egy héttel ezelőtt bejelentett tíz pontjáról, de még ezzel összefüggésben egy mondatot beszéljünk a kol találkozóról. Van a, pontjába, a pontjai között egy olyan, amelyik arról szól, hogy tulajdonképpen a menekültügyi eljárásokat az unió határa kívül zárt őrzött hotspotokon kell ö, lefolytatni. Ez gyakorlatilag egy picit folytatása is Helmut Kohl A Európáért könyvének a magyar nyelvű előszavával ebben egyértelművé teszi a kancellár, hogy a menekültválságot nem Európában kell megoldani. Csak hogyha egy picit előrébb tekintünk, akkor amíg ön a nemzetállami szuverenitásokat hangsúlyozza, addig a kancellár a könyvében elsősorban az erősebb Európát az összefogásban látja a megoldást. Ez nem ellentmondás? Nem, mert ezt hívják, <coughs> ezt az erősebb összefogást hívják Schengennek. Az én javaslatom az, hogy aki tagja a Schengeni rendszernek, vagyis élvezi annak előnyeit, hogy Európán belül határok nélkül mozoghat, annak vállalnia kell az ebből fakadó kötelezettségeket is, vagyis a külső határvédelmét, ha az unió szélén helyezkedik el. Aki ezt nem teszi meg, attól, attól át kell venni, el kell tőle kérni a külső határvédelmének jogát. Nem lehet elvenni, mert egy nemzetállamokról van szó. De meg lehet kérni arra, hogy adja át egy közös európai határvédelemnek. És ha nem adja át, amihez szintén joga van, akkor ki kell zárni, illetve fel kell függeszteni a Schengenben meglévő tagságát. Görögország? Hát bárkiről is legyen szó. Tehát vagy megvédi maga, vagy átadja határvédelmet az európai országok közös katonai és rendőri erőinek, vagy kilép Schengenből. Ez a három lehetőség van. Jelenleg azt látjuk, hogy a török, törökökkel kötött egyezmény értelmében az az útvonal, azon az útvonalon csökkent a migrációs áradat viszont átterelődött Líbia felé. Hát ezért fontos, hogy Líbiában minél hamarabb létrejön egy kormány. Ne felejtsük, hogy még Berlusconi volt Olaszország miniszterelnöke, addig ő megegyezett a líbiai kormányjal, és így onnan migrációs nyomás nem volt. Időközben Berlusconi is távozott Olaszország miniszterelnöki székéből, meg néhány nyugati állam szétbombázta Líbia kormányát is. És most ott káosz van. Ezért nincs kerítés, se politikai akarat, amely megfékezné a libiai partoktól. Európába igyekvő gazdasági migránsokat. Ezt a képességet vissza kell állítani. Ezért minél hamarabb kell egy libiai kormány, akivel meg kell egyezni arról, hogy létre kell hozni egy hatalmas méretű nagy menekültábort a libiai partoknál, de Európán kívül Afrika területén. Ezt az Európai Unió kell finanszíroznia, föntartania, oda kell összegyűjteni mindenkit, aki Európába igyekszik, ott kell őket ellenőrizni, ott kell tőlük elvenni a jogi beadványaikat, ott kell lefolytatni az eljárásokat, aztán, ha van befogadó ország, akkor szabályozott formában jöhetnek. Föltéve, ha van befogadó ország. Ez a megoldás szerintem. Ez összhangban van a múlt héten bemutatott 10 pontos javaslat Ez annak a veleje. Tulajdonképpen ott vannak már, a németeket már említette, hogy aláhúzva <coughs> többször is, hogy a vita egyik erősebb része az elült. De ez azt is jelenti, hogy például a 10 pontja mögött az erős németek ott vannak, ott lesznek? <coughs> Nem teljesen, mert Brüsszel közben közzétette a maga javaslatát. Ugye a Schengen 2.0-át azért kellett közé tennünk, és ebben a határozott akcióterformában kellett ezt megtennünk, de Brüsszel előállt egy képtelen javaslattal. Brüsszel azt mondja, hogy Európának a demográfiai, tehát népesedési és gazdasági problémáit úgy kell megoldani, hogy beegedünk minél nagyobb számban migránsokat. Ez egybeesik a ma nyilvánosságra került volt szocialista kormányok migrációs politikának dokumentumával. Tehát Brüsszel és a magyar baloldal, azt is mondhatnám, hogy az európai és a magyar baloldal között teljes összhang van. Be akarnak hozni sok millió embert Európába. A előző szocialista kormányok ilyen programjában az szerepelt, hogy az ország egy tizede belátható időn belül az külföldiekből fog állni. Ez, ez egy agybaj, egy képtel, az én fölfogásom szerint. Balról nézve talán ez ez valami értékes dolog. Az én nézőpontom, mondjuk egy nemzeti nézőpontból, meg egy keresztény nézőpontból, ez egy agyrém, lehetetlenség. Tehát nekünk ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Nem csak Brüsszel kell megállítanunk ebből a szempontból, hanem Brüsszel maga, magyar szövetségeseit, a magyar baloldalt is meg kell állítanunk, hiszen most már mindenki olvashatja, hogy milyen terveket forgattak a fejükben. Tehát a mi álláspontunk az, hogy a népszavazással kell ezt a kérdést Magyarországon lezárni. Én azért is tartom abszurdnak a fölvetést, mert ha megnézi az európai országokban az ifjúsági munkanélküliség mutatóit, akkor Görögország, Spanyolország, tehát a déli államokban 40, 45, 48 százalékos az ifjúsági munkanélküliség. Hát miért nem azon dolgozunk, hogy az Európán belül élő fiataloknak, a mi gyermekeinknek, az utánunk következő nemzedéknek, akik európaiak, a mi gyerekeink, itthon vannak ezen a kontinensen. Mi neveltük és mi tanítottuk őket. Miért nem azon dolgozunk, hogy nekik adjunk munkát ahelyett, hogy ide akarunk hozni, be akarunk engedni, kívülről jövő, más kultúrából érkező, együttélési problémák okozó, terrorveszélyt növelő migránsokat. Arra sajnos nincs időnk, hogy az európai integrációnak a jelenlegi helyzetéről beszéljünk, de a kritikusok ezt egyért, az önt kritizálók ezt egyértelművé teszik, hogy az európai társadalom valakinek dolgoznia kell. Na de hát, ha 48, 40, meg 45 százalékos ifjúsági munkanélküliség van, akkor miért nem a saját embereinket állítjuk munkába először? ennek van követője ennek a gondolatnak Európában? Nézd, a tíz pontja mögött ezt hányan fognak fel sorakozni a következő ez, amit most elmondtam önnek, és a magyar fülnek természetesnek hangzik, ez rasszizmusnak minősül nyugaton. Tehát azt mondják, hogy micsoda dolog az, hogy elsőbséget adunk a saját gyerekeinknek. Ez Magyarországon normális dolog, mert szerintem itt 10-ből 9 ember ezt gondolja. Ez az élet rendje. De nyugaton ezt önzésnek tekintik, szolidaritás hiánynak tekintik, embertelenségnek tekintik, még esetleg rasszizmust is belelátnak hogy terrorizmussal vádoljuk meg az egyébként terrorista migránsokat, az meg végképp elfogadhatatlan. Tehát nyugat egy, egy buborékban él, egy a saját élettől eltávolodott eszméiből fölépített buborékban él, és ami ebben a valóságban nem létező, de az ő fejében ott lévő szép új világtól eltér, azt a legdurvább jelzők illeti Európában. Tehát arra azért nem szabad számítani, hogy ugyanezen a nyelven, mint ahogy most ezt én teszem, meg a V4-es miniszterelnökök beszélnek, megszólalnak a nyugatiak. Ott egy más kurzus van, elnyomás van szellemi értelemben. Hát aki a, a, főáramtól eltérő kategóriákat, nyelvezeteket, értékeket használ, hát azt másnap ledorongolják a sajtóban. És annak következménye van a politikai erőviszonyokra és versenyre nézve. Úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben az én barátaim nyugaton. Meséljünk belpolitikai ügyekről is készül a jövő évi büdzsé. Most, amikor Németországban volt, ha jól tudom, akkor találkozott német üzletemberrel, üzletemberekkel is. Hát a Mercedes is. vezetőjével és a Deutsche Telekom első embereivel találkoztam. A 2017-es költségvetéssel a fejében már befektetésekről, fejlesztésekről is terjedt? A, hát a Deutsche Telekommal van egy stratégiai megállapodásunk. Mi szeretnénk, ha Magyarország lenne Európa legmodernebb országa. A tekintetben, hogy ezeket a modern technikákat, technológiákat, amik aztán nem csak a gazdaságot, hanem az életünket is átalakítják, ezt minél hamarabb megértenénk, hozzáigazítanánk a saját természetünkhöz, meg életformánkhoz, és használnánk és így versenyelőnyre tennénk szert. Én a Dalcsa Telekomnál belenéztem abba, hogy milyen lesz a világ 15-20 év múlva. Egy ilyen digitális bemutatón vettem részt. Hogy fog kinézni egy család lakása? Hogy járunk iskolába? Hogyan fogunk közlekedni? A világ egy nagy átalakulás előtt van. Nem csak Európában, sőt egy nagy verseny van a tekintetben, hogy hol alakul át gyorsabban. Ezt digitalizációnak is nevezik. Ez érinteni fogja a termelést, ahogy dolgozunk, ahogy tanulunk, ahogy élünk, ahogy közlekedünk. Sok mindent átalakít. Jó lenne, ha nem tárgyai lennénk ennek az átalakításnak, hanem alakítói, szereplői, alanyai. A méghozzá stratégia szerint döntéseket hozó alanyai, hogyan, milyen ütemezésben akarjuk életünk részévé tenni mindezt, és hogyan akarunk mi fölkészülni, bár én már öregecske vagyok ehhez, de hogyan akarunk mi magunk ehhez fölkészülni, meg hogyan akarjuk fölkészíteni erre a gyerekeinket, meg, a, meg az unokáinkat. Tehát meggyőződésem, hogy Magyarország, amelynek az erejét nem a mérete adja, hanem a gyorsasága, a szellemi frissessége, a nyitottsága, a modern dolgok megértésére való képessége, ezek átültetésére való képessége. A magyar szellem mindig is fürge volt és nyitott, tehát itt most egy nagy lehetőség előtt állunk, és meg tudjuk erősíteni Magyarországot. A Deutsche telekom Telekommal való megállapodásnak például, hogy egy közérthető formában beszéljek, az egyik fő főpontja, hogy 2018-ra a cégeknél is, és a háztartásoknál, tehát családoknál is, a széles sávú internet elérés százszázalékos legyen. Elsők akarunk ebben lenni Európában. Meg akarjuk előzni még a németeket is, akiknek hasonló céljaik vannak. Ehhez együtt kell működnünk azokkal a nagyvállalatokkal, ezek részben amerikaiak, részben és elsősorban németek, akikkel eddig is jó tapasztalataink vannak, például a Deutsche Telekommal, és azért nagy fejlesztéseket fogunk közösen végrehajtani, az internetnek az áfáját elkezdtük csökkenteni, ezt majd még szeretnénk a következő években folytatni is. Tehát a digitális Magyarország kialakítására nézve komoly terveink vannak. A szavaiból arra következtetek, hogy ezzel a következő időszakban az innovációra, a kutatásfejlesztésre nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni. Ez látszik a büdzsében? Az első lépéseket megtettük, igen, ugye korábban szétaprózó dot módon költöttük el ezeket a forrásokat. Most azzal, hogy az akadémia volt elnöke, Pálinkás professzor úr vállalta a kormányzati munkában való részvételt, ezeket a döntéseket az ő körülötte szervezett szakértői csapatok és hivatalok hozzák meg. Abban bízunk, hogy az ő fejében rend van, mi jóvá hagytuk az ő tudománypolitikai elgondolásait, és most abban bízunk, hogy konzekvensen a döntések révén ő ezt végre is fogja hajtani. Nagy szerepe lesz Pálinkás úrnak a modern Magyarország kialakításában. Szemeszgeső még egy picit a 2017-es büdzséből. Korábban a legtöbb szakértő az oktatási rendszerből kb. 100 milliárdot hiányolt. Most az látszik, hogy a jövő évi büdzsében egy 130 milliárd, kb. egy 130 milliárdos többlet áll rendelkezésre. Amikor erről a plusz döntöttek, akkor mit kért, hogyan és mire költsékel ezt az oktatás területén? Először is ugyan a költségvetés mindig egy évről szól, de nekem az a dolgom, talán a pénzügyminisztertől valamelyest eltérő módon, hogy hosszabb összefüggésekben lássam mindazt, amiről a költségvetés szól. Tehát egy bizonyos történet és kulturális kontextusban szemléljem. Ez a miniszterelnök feladata. Ebből a szempontból egy jó költségvetést készítettünk 2017-re. Ezen az időhorizonton, amiről én beszélek, azt lehet látni, hogy 2010-ben, amikor a nemzeti kormány létrejött, és meghirdettük a polgári berendezkedés kialakítását, akkor körülbelül három évünk ment el az életünkből, nem a kormányéből, hanem Magyarország minden polgárának az életéből, hogy az összeomlástól megmentsük Magyarországot. A lovakat, amelyek a szakadék felé szágúdottak, megfékezzük, és a gazdasági összeomlás veszélyét elhárítsuk. Ez volt az örökség. Ha megnézi a számokat, ez jó látszik. De 13-ra a magyaroknak köszönhetően, ami szerintem egy példátlan összefogás is tette Európában, amit végrehajtottunk, 13-tól kezdően egy új szakasz nyitottunk meg. Tehát 13, 14, 15, 16, és jól látható az előttünk álló 17, az arról szólt, hogy minden évben lehetett egy lépést tenni előre. Ez így lesz a következő esztendőben is, a magyar reformok működnek, és ezért egy felívelő korszak éveit éljük ebben a pillanatban. Nehezen hiszi a magyar, hogy egy felívelő korszak napjait éljük, nem ehhez vagyunk szokva, egyébként is van bennünk egy egészséges és jó fejlett kritikai szellem, de az igazság az, hogy lassan az 5.-6. évébe lépünk egy felívelő korszaknak, ami azt jellem, amit az jellemez, hogy a bérek folyamatosan nőnek, minden évben nőnek. A munkanélküliség minden évben csökken, 6% alá fogjuk vinni hamarosan. Soha 25 éve nem dolgozott annyi ember, 25 év óta soha nem dolgozott annyi ember, mint most, 4 millió 300 ezernél tartunk, és közben mindezt nem hitelből értük el, sőt, az IMF-től és az Európai Uniótól fölvett hiteleket közben még vissza is fizettük. Tehát csökkennek az adók, nőnek a reálbérek, a nyugdíjak értékét meg tudtuk őrizni, sőt emelni is tudtuk, és ami nekem a legfontosabb, mert mi egy nemzeti kormány vagyunk, és a nemzeti kormányban, vagy a nemzeti gondolkodásban mindannyian benne vagyunk, nem csak a föld sörétegek meg a középosztály, hanem minden magyar benne van. Az Európai Unió legutóbb nyilvánosságra hozott statisztikái szerint, tehát nem én mondom, hanem az Európai Unió mondja, 13 és 14-ben 600 ezerrel csökkentettük a szegények számát két év alatt, és ez volt a legnagyobb csökkenés az egész Európai Unióban. A magyar népesség 28%-a volt szegénynek mondható, és ezt most levittük már 20%-ra, és 14 óta azért komoly dolgok történtek, tehát 15, 16, 17-et, ha meg fogjuk nézni, egy-két év múlva akkor azt fogjuk látni, hogy a szegények száma tovább csökkent, és egy nemzeti kormány számára rendkívül fontos, hogy mi van azokkal, akik nehezebb életkörülmények között élik az életüket. Nekik kell minden évben egy lépés lehetőséget biztosítani, ezt a 17-es költségvetés megadja. Különösen a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentése révén. A 130 milliárdos többlet összeg az oktatásra, nyilván optimista azzal kapcsolatban az ember, de az oktatás egészével is az? Hát nézze, ugye úgy fejlesztjük az oktatást, hogy közben a költségvetés valójában az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése. Tehát mi csak ugyan 100 milliárd forint fölötti összeg megy a az oktatásban többletként, oktatásba többletként, és ez jelentős dolog, de nem ez a legjelentősebb a költségvetésben. Tehát most beszélünk költségvetésről, meg több pénz jut az egészségügyre is, de valójában a fókusza, a középpontja ennek a költségvetésnek az az adócsökkentésen és az otthon teremtésen van, és még így is van lehetőség arra, hogy előrelépjünk az egészségügyben és az oktatásban. Az egészségügyet említettem, azt mondják, amivel ami egyébként szintén plusz forrás érkezik, azt mondják a hozzáértők, orvosok, mi is ilyenek, ilyen orvosokkal beszéltünk, hogy ők örülnek a plusz forrásnak, annyi a gond, hogy olyan ez a rendszer, mint egy feneketlen kút. Szinte minden mennyi pénzt ölnek bele, hogyha nem állakítják át. Nézd, én a 80-as évek közepe óta foglalkozom politikával. Akkor még az antikommunista ellenállás szellemi műhelyeiben dolgoztam, vagy ott, ott tanulhattam sokat az akkori ellenzékiektől, akik azóta már nincsenek a politikai pályán, és azóta vitatjuk azt, hogy valójában milyen állapotban van a magyar egészségügy, és milyenbe kellene lennie, és milyen állapotban lehet egyáltalán hozni. Ez végig kísérte az elmúlt 31-néhány évemet, amióta Magyarország közéletével foglalkozom. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban van az a kihívás, hogy Nyugat-Európában sokkal magasabb béreket adnak a jól képzett ápolónőknek és orvosoknak. Emelni kell Magyarországon az orvosok és az ápolónők bérét, ráadásul egy átfogó rendszerben nem egyszer nagyot emelni, aztán elfelejtkezni róla, hanem lehetőleg három-négy éves bérfelzárkóztatási döntések keretében, és csökkenteni kell a különbséget a nyugati orvosbérek és a magyar orvosbérek között. Hogy utól tudnánk őket érni a következő egy-két évben, ugye 18-ig van nekem mandátumom, hát azt nem merem állítani. Azért épp elmével ezt, ha megnézzük az angliai vagy a német orvosfizetéseket, ezt senki felelősen nem vállalhatja. De hogy csökkentsük a különbséget, azt igen. És a közben az életminőséget javítjuk itthon, például az áfa csökkentése azért még a legszegényebb családoknál is maradni fog. Egy átlagos magyar családnál mondjuk így 35-40 ezer forint egy évben. Hogy a nyugdíj emelés, amely látszólag csak 0,9% a jövő évi költségvetésben, valóban a kétszerese, mert az áfa még egyszer ennyit emel indirekt módon a nyugdíjak értékén, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarország egy olyan hely lesz, ahova szívesen ahol szívesen maradnak majd az emberek, és nem, nem, lesz kilátástalan az életük. De az egészségügyben dolgozók bérkülönbségének a csökkentésére, még egyszer mondom, a lehetőségeink korlátozottak. Mindent meg fogunk tenni, amit lehet, mert becsüljük az orvosainkat, a magyar ember általában becsüli az orvosokat, és különösen becsüljük a képzett őket, akik velünk meg a rokonainkkal foglalkoznak a kórházban. Van egy ilyen lelki dolog itt Magyarországon. Nem tekintjük a betegséget magánügynek, hanem azt egy családügynek tekintjük. Ezért ezeknek a szak szakmáknak az elismertsége nagy, és örülök, hogy most tárgyalások zajlanak az egészségügy képviselői meg a kormányzat között. Nem tudtunk még eddig megállapodni, de tárgyalunk, látok esélyt a megállapodásra, és akkor szerintem itt is egy felzárkózás indulhat meg. Az előző percekben Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.